Negyedik Henrik, közönségesen Bolingbroke, két héttel második Richard letétele után, október 13-án, ünnepélyesen megkoronáztatott, ugyanazon napon, melyen egy évvel elébb parlamenti határozattal számüzetésbe küldetett. A koronázási szertartás alkalmával oldala mellett lépdelt Northumberland Grove, jobbjában a birodalmi karddal. A nép örvendett a szokásos lakomának és látványosságoknak, Éltette az új királyt, miként a régi éltette. Az új parlament a régi tagokból összeült, hogy megszakított munkásságát folytassa. Legelőször is azon kezdé, hogy második Richard 22 évi országlása alatt hozott törvényeket és intézményeket, eltörölte. Vagy aként módosította, miként azt a megváltozott körülmények magukkal hozták. Henrik legidősebb fia, Váz hercege, Gwen Lancaster és Conwellis herceg és Chester Grove-fálőn, s mint ilyen trónörökösként mutattaték be a parlamentnek. A trón törvényes örököséről, March Grófról, kit Henrik Windsorban biztos őrizet alá helyezett, senki sem beszélt. Barátai félelemből hallgattak, vagy óvatosságból türelemhez folyamodtak. Azonban még mielőtt a parlament célszerű és szükséges törvények alkotásába fogott volna, végeznie kellett az úgynevezett appelláns pártal, melyből sokan ott ültek a törvényhozás padjain. Az ellenzék az appellánsok szigorú megbüntetését követelte, és heves és szenvedélyes támadást intézett ellenük, melyet azok nem kevésbé heves és elkeseredett módon viszonoztak. Harag, bosszú vágy, és s az emberi szenvedélyek mindegyike féktelen szabadsággal dúlt az angol parlament kebelében, e pillanatban, s lehetetlenné tette a higgadt tanácskozást és megállapodást. Hazugnak, árulónak, csalónak nevezték egymást a nemzet legkiváló egyénei, s ha a király eréje és tapintata nem lép vala közbe, ki tudja, nem szennyezi vér az alkotmányos törvényhozás porondját. Lord Fitzwalter szemére veti Albert Merle hercegnek, hogy urát, második Richardot, azon pillanatban árulta el, midőn annak reá legnagyobb szüksége lett volna. Lord Morley odavágja Salisbury grófnak, hogy új urát is megcsalta, miként a régit. Henriknek épp annyi önmegtagadásába, mint erejébe került a borzasztó és méltatlan vihart lecsendesíteni. Richard legközelebbi vérrokonai rangfokozat szerint oda szállítattak le, honnan elődje által felemeltettek. Albert Merle, Surrey, és Exeter hercegek, továbbá Dorsey Marki és Gloucester Grove. Rutland, Kent, Huntingdon, Somerset és Dispenser grófokká lőnek, elébbi méltóságaik és bizonyos javaik elvesztésével. Miután ez a vihar is elvonult, mintha a levegő megtisztult volna a villamos elemektől, a tanácskozások csendesebb mederben folytak, mi nem csekély érdemül tudható be negyedik Henriknek nehogy jövendőben árulás címén hasonló botrányok szennyezzék be az angol parlament hírnevét, célszerű és szigorú törvények hozatala vált szükségessé. Ez szerint az árulás azon esetekre szorítkozott, melyek harmadik Edward ismeretes statútumában felsorolvák. Egy törvény elrendeli, hogy jövendőben az árulási perek nem a parlament, hanem a rendes bíróságok által tárgyalandók. Egy másik, az úgynevezett Parlamenti bizottságot minden időkre eltiltja, mint az alkotmányjal teljesen ellentétben állót. Szigorú büntetés terhe mellett megtiltatik, hogy bárki, a királyt kivéve, színeket és jelvényeket viselhessen, mint amelyek címén családias viszálykodásokban annyi vérfolyt. Mindenki ugyanis, ki valakinek színeit viseli, köteles volt annak haragosai vagy ellenségei ellenében fegyveresen fellépni mi által a családi civakodásoknak sem vége, sem hossza nem volt. Mielőtt a parlament feloszlott, Henrik egy felettén bizalmas jellegű ülésben azon kértést terjeszté a gyülekezet elé vajon, mi történjék második Rihárdal, kinek életét Henrik minden eshetőségekre megóvni óhajtja, nehogy általa az ország békéje a jövendőben megzavartathassék a gyülekezet többsége oda szavazott, hogy Richard egy félreeső erős várba vitessék, és pedig minden feltűnés és csődület nélkül, és bizasség hű és megvesztegethetetlen egyének felügyeletére. A parlament üzenetét Northumberland herceg vitte meg a királynak, ki néhány nappal később személyesen megjelent a gyülekezetben, és második Richardot élethossziglani börtönre ítélvén átadá a lordoknak, hogy vele, Hozott határozat értelmében járjanak el. Ezzel ki volt mondva Richard halálos ítélete is, mely immár nem késhetett sokáig. Ki Anglia történelmét ismeri, az előtt ez egy pillanatig sem maradhat rejté. Negyedik. Henrik uralkodása egy láncolata volt a felkeléseknek és összeesküvéseknek, melyek mind egy célra, életére törekedtek, mely egy pillanatig sem látszott biztonságban azonban rendkívüli tevékenysége, ritka ébersége és feltűnő értelmessége mindig diadalmaskodott ellenségeinek ármánya és rossz felett. Ezen tulajdonságoknak köszönheti koronáját, és annak zavartalan birtokát családjában. Még nem múlt el két hónap, mióta negyedik Henrik megkoronáztatott, és a viszály csírája új kortüneteket hozott napvilágra melyek könnyen megzavarhatták az alig helyreállott békét. A parlament által elítélt s a rangfokozatukról alább szállított appellánsok valának, kik nem nyugodván bele megaláztatásukba összeesküvést szítottak negyedik Henrik ellen, oly célból, hogy második Rihardot ismét a trónra helyezzék. S valóban kevésben múlt, hogy tervük nem sikerült. Reimer a következőleg beszéli el a dolgot az elégületlen nagyok egy tornajátékot terveztek Oxfordban, mely alkalommal a királyt hatalmukba akarták keríteni. Előzetesen egy kivételével minnyáján megjelentek egy titkos tanácskozásra. A hiányzó Rutland Grove, röviddel elébb még Albermel herceg volt a hiányzó, ki lakoma közben levelet kapott egyik rokonától. Atya, York herceg hangosan követelte, hogy tudassa a levél tartalmát, az asztaltársasággal. Rutland gróf habozott, és miután még határozottabban ismételte kívánságát, Rutland Henrikhez sietett, és közölte vele a titokzatos levél tartalmát. Az 1400. január 5-e elkövetkezett. Az összeesküdtek 500 lovassal körülfogták a vinzori várkastélyt, hogy a királyt hatalmukba ejtsék. Azonban Henrik, Rutland által Idejében figyelmeztetvén szerencsésen Londonba menekült, honnan egy kiáltványban az összeesküdteket lázadóknak nyilvánítván, ellenük a PERT megindítani rendelé. Nem sokára jelentékeny királyi hadak hagyták el a fővárost, s üldözőbe vevék a menekülő összeesküvőket. Azonban a felizgatott falusi lakosság megelőzte a katonaság fellépését és a büntető igazság szolgáltatást. Kent és Salisbury Siren Chesterben akartak megpihenni, de a lakosság ne szétvette, s miután az utcákat eltorlaszolta, a grófokat meghadásra kényszeríti. Másnap a rögtönzött népbíróság ítéletére és jelenlétében mindketten lefejeztettek. Hasonló sors érte Lamley és Dispenser lordokat Bristolban, míg Huntingdon és Gloucester grófok London közelében állítólag személyes bosszú következtében megölettek. Henrik megmagyarázhatólag szívesen vette a nép önkényes bíráskodását, mely nem volt ugyan törvényes, de a királyt megszabadítá azon kínos kényszertől, hogy az összeesküvőket maga állítassa a bíróság elé. A tervezett merénylet apró részeseit így: Richard két udvari kaplányát, Furby és Maudland, továbbá Sir Bennett sailed. És Sir Blount Tamást a bíróság ítélete alapján a hóhér végezte ki, mégpedig olyan borzasztó részletek között, melyeket tiszteletből olvasóink iránt el kell hallgatnunk.